A nyolcadik fordulót követően a korábbinál is sűrűbb az élmezőny a megyei első osztály tabelláján. Valamennyi helyszínen hazai siker született. Három mérkőzésen láthattak hat gólt a nézők, a sényű hat nóra verte a tiszalököt, az ibrány öt egyre győzött a fehérgyarmat ellen, a szakói pedig a Máté szarkát múlta felül négy kettőre. A mándok kemecsemes négy nullával, a baktolórend ház a gyulaház összecsapás három nullával, a tiszavasvári tiszakanyár találkozó pedig kettő nullával zárult. A tuzsér kettő bizonyult jobbnak a nagyhalál, a listerezetőként pályára lépő Nyírgyulaj pedig 3-1-es vereséggel távozott nagy Ecsedről. Most már lassan mondhatjuk azt, hogy rangadók az ilyen mérkőzések, tehát az is volt én úgy maga az iramra, a hangulatra, tehát egy parádés hangulatú mérkőzés volt szerencsére hazai győzelemmel. A tabella élén az Ibrányál 19 ponttal, megelőzve az egyaránt 18 pontos Nyígyulajt és Tuzsért, valamint a 17 pontos Nagyecsedet. 16 pontja van a Sényűnek, 15 a Mándoknak és 13 a Tiszakanyárnak. Négy csapat, a Baktolórendháza, a Tiszavasvári, a Szakói és a Gyulaháza 10 pontot gyűjtött. A 9 pontos Fehérgyarmatot két 6 pontos csapat, a Mátészak és a Kemecse követi, majd a 2 pontos Nagyhalász mögött, amíg pont nélküli Tiszalök zárja a sort. A 9. forduló párosítása következő, Tiszalök Szakoly, Máté Szalka Tuzsér, Nyírgyulaj, Tiszavasvári, Kemecse Baktolórendháza, Nagyhalász Nagyecsed, Gyulaháza Ibrány, Fehérgyalmat Sényű és Tiszakanyár Mándok.